Továbbra is sikerrel működik a Győr-Moson-Sopron megyei pályaorientációs konzorcium, amit 2013 őszén hívott életre a Klebersberg intézmény fenntartó központ, a megyei kereskedelmi és iparkamara, a soproni kereskedelmi és iparkamara, valamint a munkaügyi központ. A konzorciumhoz 2014-ben csatlakozott a Mobilis, amely szintén részt vett a pályaválasztási felelősök információs napján, ahol az általános iskolák pedagógusainak mutatták be az idei pályaválasztással kapcsolatos lehetőségeket. A mai nap egy több alkalomra tervezett rendszeres találkozásnak az első alkalma, amikor a pedagógusokat azért hívjuk össze, hogy folyamatosan napra készen tudjuk őket tartani arról, hogy a munkaerőpiac hogy áll, a különböző szereplők, a konzorcium tagjai mivel tudják segíteni az ő munkájukat, és természetesen nem utolsó szempont vagy cél az, hogy meg is kérdezzük őket, hogy nekik milyen ötleteik vannak, mivel tudnánk mi segíteni annak érdekében, hogy még hatékonyabb munkát tudjanak végezni. A konzorcium tavaly a szülők felé is újabb lépést tett, hiszen a pályaválasztási kiállítással párhuzamosan megszervezte az összevont szülői értekezletet. A megyei kereskedelmi és iparkamara kiemelten fontosnak tartja, hogy a tanulók figyelmét ráirányítsa a hiány szakmákra. Ehhez többféle eszközt fel tudunk használni. Céglátogatásokat szervezünk a gyerekeknek, pályaválasztási kiállítás közösen a konzorciummal, osztályfőnöki órákat tartunk, ahol pályaorientációs témában tájékoztatást adunk, pályaorientációs szülői értekezleteket tartunk, különféle olyan pályaorientációs rendezvényeket szervezünk, ami kifejezetten a hiány szakmák bemutatásáról szól. Gondolok ilyenre, hogy szakács szakmai bemutató, vagy bármilyen más szakmai bemutató. A rendezvények sorába tartozik még a Mobilis felügyeletével működő Tech Together Junior, vagy a Kísérlet Bazár, de ilyen a többnapos szakmasztár fesztivál, aminek minden esztendőben Budapest ad otthont, és ahova a kamara segítségével idén is sok száz diák utazik majd a megyéből.